Hello, sziasztok! Üdv a műhelyben! Mostani videó ennek a baltának a tesztelése lesz. Ez a saját fafaragó baltám. Most ezzel a baltával fogok kinagyolni egy fakanalat, és megmutatom, hogy mire is képes ez a balta a kanálfaragás közben. Ha érdekel, tartsatok velem! Éles. Nagyon szép, tiszta, sima vágásnyomok. Ilyenek kell lenni egy faragó baltának. Hát ennyire jutottam nagyolással, innentől már átveszem, és késsel folytatom tovább, de azt most már nem videózom, és ennek a videónak ez a balta tesztelés volt a célja. Megmutassam, hogy mégis mire képes. Nézzétek ezeket a
vágásnyomókat, szép, tiszta az egyenesség, nem szakítja el a fát, majdnem mintha csak késsel dolgoznátok rajta. Ezek is mind a baltával lettek vágva, ezek a nyomok. Nehéz róla elfogultság nélkül beszélni. Én teljesen meg vagyok vele elégedve. Ezt a baltát, ahogy megterveztem a nyelet és az élszögnek a kialakítását is, ezt azokon a tapasztalatokon állítottam magamnak össze, amiket mint fafaragó gyűjtöttem. Most már közel 5 éve mondhatom úgy, hogy fafaragó vagyok, és ezzel alatt az 5 év alatt rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem össze balták terén, hogy milyen is egy balta, ami jó faragáshoz. És ezeket a tapasztalatokat próbáltam beletenni ebbe a baltába. És hát így sikerült, ez lett a végeredmény, ezt hoztam össze belőle, és most már lehet így mondani, sorozatban készül, gyártom őket, és elérhetőek bárki számára, aki szeretne egyet vásárolni, az keressen meg, jelezze a kommentek között, vagy üzenjen privátba az e-mail címemen. Hát ennyi lett volna a faragó balta bemutatója, hogy mégis mire képes kanálfaragás közben ez a kis balta. Köszönöm szépen, hogy néztetek, további szép napot, minden jót, sziasztok!